Jó reggelt mindenkinek, én Csapó András vagyok, és itt van. Nem tudtam a gyerekben. Jó reggelt kívánok, Csapó András vagyok, itt vagyok Flórával az Amkor Vatnál. Körülbelül fél ötkor keltünk föl, és szeretnénk megnézni a napfelkeltét. Ehhez most iszunk egy jó meleg kávét, hiszen elég hűvös van, és bízunk benne, hogy nagyon szép lesz. Tartsatok velünk a mai napon is, hiszen ma is rendkívül sok templomot fogunk megnézni, és egész nap menni fogunk a tuk-tuk guide-unkkal, és felfedezzük az Amkor területét. Egészség! Milyen a reggel, Flóra? Utálom a reggeleket, nem nekem való. Azért bízom benne, hogy megéri. Mindjárt meglátjuk. Ahogy láthatjátok, felkelt a nap, megyünk is tovább, hogy kikerüljük ezt a nagy tömeget, hiszen most mindenki először végignézi az Angkor Vatot, és utána megy tovább az Angkor tombhoz, de mivel mi tegnap már megnéztük az Angkor Vatot, ezért most tovább indulunk, és a következő nagy templomnál folytatjuk. Amúgy így néz ki a táj. Gyönyörű. Szia, Póni! Az Angkor Vat lova. Flóra talált magának egy új barátot. Vele fogsz tovább utazni helyettem? Igen, lehet, hogy lecserélem. Az biztos, hogy nem fog megállni itt fotózni. A majmok népszerűek. Sorry. Irány az Angkor tomb. Megérkeztünk az Angkor tomb bejáratához, ahogy láthatjátok, itt van most mögöttem. És nagyon érdekes ez a híd, ez a bejárat, mert végig faragott szobrok állnak, és mint egy védelmezőként itten nagyon morcosan néz egyik s másik. Meg tudom mutatni nektek gyorsan a kedvencemet, ezt a morcos bácsi. Félnék bejönni. Folyamatos ellenőrzés van a jegyekkel kapcsolatban. Flórát elkapták. Megérkeztünk az Angkor tomb területére, ez itt mögöttem, ez a Bajon templom, és brutálisan jól néz ki szerintem. Az összes tornyon különböző faragott fejek láthatóak, és azt kell tudni, hogy ez egy óriási terület, és rengeteg templom van a környező részeken, szóval most körbe fogunk járkálni. Először megnézzük ezt, ami mögöttünk van,
és utána tovább megyünk, itt lesz az elefánterasz, és itt lesz mondjuk a királyi palota is. Nagyon kíváncsi vagyok, szóval nézzünk körbe rendesen. Elég nehézkes ezeken a lépcsőkön közlekedni, de azért megoldható. Jaj! Nézzünk be ide is! Iszonyatosan jó hangulata van itt sétálgatni a kis sikátorokban. Ami nem a legjobb szó erre, de értitek, miről beszélek szerintem. És mindenhonnan figyelnek a buthák. Itt vagyunk a templom belsejében, és nekem ez eddig iszonyatosan tetszik. Mindenhol, amerre csak a szem ellát, ilyen tornyok láthatóak, és minden négy irányba, az égtáj minden négy irányába a fejek vannak kiforogva, és olyan, mintha mindenhonnan figyelnének minket. Szóval van egy eléggé sejtelmes hangulat ennek a templomnak, és persze teljesen megvan az Indiana Jones feeling is, amit Flóra és én is nagyon élvezünk. És kicsit fáradtak vagyunk. Feljöttünk ide a templom tetejére, és innen egészen közelről láthatjuk ezeket a buddha fejeket. Igazából én megint abba a dilemmába estem, hogy annyi fotótéma van, hogy nem tudom, hogy mit fotózzak és mit ne. Egy idő után úgyis le fogok állni, de egyelőre nem tudok betelni a látvánnyal. És nem tudom, hogy a videóban hallatszik-e, de itt élőben nagyon jól lehet hallani, hogy tele van denevérekkel a hely. És itt látható az, amit nagyon nem szeretek a turizmusba. Egy nagyon hangos kínai csoport, ami annyira meg tudja ölni az egész milliót, hogy az valami többenetes. Mi a véleményed a többi turistáról? Mit találtál, Flóra? Táncosokat. Oh. Ciki. Éljenek. Hát, az ázsiaiak eléggé ki tudják fordítani az ujjaikat, mint a balinész táncosok. Nem megy? Még gyakorolnom kell. Még nem éltünk eleget Ázsiába szerintem ehhez. Most nagyon áldom az eget, hogy ideértünk még az Angkor Wat-os tömeg előtt, hiszen, mint ahogy láthattátok, egyedül az a kínai csoport volt, ami eléggé zajos és milliórontó volt, de amúgy, hát szerintem körülbelül egy ilyen 100 ember lehet a területen. Szóval teljesen nyugodtan lehet sétálgatni, iszonyatosan át lehet érezni, és még hogyha mázitok van, akkor egy kínai csoporttal se kell találkoznotok. Nekünk ez most nem sikerül. De hát ez ilyen. Mi lassan tovább megyünk, és valószínűleg a következő az az elefántos terasz lesz. Ott találkozunk. Merre megyünk tovább, Flóra? Még nem tudom. Nem tudod? Ezt megnéztük. Uh-huh. Ez volt a Bajon templom. Tótól. És tovább megyünk a Babhonhoz, a Phimengkhashoz és az elefántteraszhoz. Flórával sokáig tanakodtunk azon, hogy hogyan lehetett egy 1000 évvel ezelőtti birodalomnak felhúzni ekkora templomokat. És
hát itt mögöttem láthatjátok a választ, hogy elefántok húzták a köveket. Ezért is van az, hogy a köveknek az oldalain különböző méretű lukak vannak, hiszen ezeket a lukakat kifaragták, beleraktak oldalról egy nagyobb farönköt, arra kötötték rá a madzagot, egy erős kötelet, és hát így vonszolták el az elefántok egészen idáig. Egy ilyen épület amúgy körülbelül egy ilyen 30-40 évig épült, tehát elég sok elefánt, elég sok évébe került. Csapó András, RTL Klub. Kambodzsa. Flóra türelmetlen. Azt mondják, nem szabad kamerázni. Ez itt a kert. Találtunk egy nagyon kellemes kis kertrészletet, és úgy döntöttünk, hogy egy nagyon picit lepihenünk, hiszen ez a reggel fél ötös kelés, ez egy kicsit megviselt minket, és szerencsére most van időnk, hiszen az Angkor Watot és a templomoknak egy részét már kipipáltuk, szóval most ilyen idilli környezetben tudunk egy picit pihenni, de még mindig csak reggel 8 óra van, szóval előttünk az egész nap. Most nagyon kellemes az idő, körülbelül egy ilyen, hát ilyen 20 fok körül lehet, süt a nap, tehát most már pont nem fázunk, de nagyon jól el lehet lenni itt egy póló hosszú nadrágba. Amúgy érdemes odafigyelni az öltözetre, hogy mindenféleképpen legyen rajtunk egy olyan póló, ami eltakarja a vállat. Vannak itt emberek rövid nadrágba is, meg tanktopba, meg mindenfélébe, de én egyrészt nem kockáztatnék, mert lehet, hogy nem engednek be titeket a templomokba, másrészt pedig szerintem ez egy alapvető tisztelet, vagy egy alapvető dolog, hogy megadjuk a tiszteletet egy ilyen szent és ősi helynek, hogy felöltözünk a helyi kultúrának megfelelően. Ennél a falnál tök jól lehet látni, amit az előbb magyaráztam az elefántoknál. Tehát ezek azok a lukak, amikbe beletuszkolták ezeket a fa gerendákat, és ezáltal tudták ide elvoncolni őket. És itt azért láthatjuk, hogy mennyire precíz munkát végeztek, és hogy hát iszonyatos, hogy ilyen nehéz kőtömbök, teljesen semmilyen kötőanyagot nem tartalmaz az egész birodalom, ez az egész templom együttes, és mégis ilyen masszívan itt áll ez az egész évezredek óta. Lenyűgöző. Ez masszív. Ez masszív. Azt hiszem, hogy megtaláltuk Flórával az egyik legideálisabb napozó teraszt a Földön. Eléggé pazar a kilátás. Ott vagyunk. Babkonnál. Mint utólag megtudtam, van amúgy egy hetes bérlet is, és az 72 dollárba került, tehát nem sokkal több, mint a háromnapos bérlet, 10 dollárral több. Szóval, hogyha valaki iszonyatosan nagy felfedező hajlammal rendelkezik, avagy történész, akkor annak tudom ajánlani az egy hetes éjet is. Azért az egy picit már sok. Nekünk ez a háromnapos szerintem bőven megfelel. És az az előnye ennek az egynapossal szemben, hogy mint például most is le tudunk ülni egy órát, és csak bámulni a tájat, és nem kell rohanni, és mindent fotózni, videózni, és egyik helyről a másikra ugrálni, hanem beiktathatunk kisebb szüneteket, és tényleg át tudjuk érezni, hogy milyen is lehetett itt az élet ezer évvel ezelőtt. Azt még érdemes tudni, hogy az Angkor Thomnak az egész területe az körülbelül 10 négyzetkilométer, tehát ez bődületesen nagy terület. Itt, amit mögöttem láthattok, ez csak ennek a templomnak a kertje.
kicsit iszol belőle. Akkor nagyot iszok. Alkohol. Megálltunk egy jó kis kókuszióra, és hallgatunk egy kis kambodzsai rádiót, próbálunk asszimilálódni. Megkóstolod? Sportosak.